katolikus középiskola végzős gimnazista tanulója, Pásztor Viktória lett Sátoraljaújhely polgármesterének ösztöndíjasa márciusban. A céltudatos fiatal lány állatorvos szeretne lenni, és ezért igen keményen készül is az érettségire. Számomra nagyon megtiszteltető, hogy én kaptam meg ezt a díjat, és nagyon köszönöm az iskola igazgatóságának és a tanáraimnak, és végül polgármester úrnak is, hogy engem választottak. A továbbiakban érettségi után az Általános Tudományi Egyetemre szeretnék jelentkezni. Szeretnék majd visszajönni a városba mindenképp, hogyha elvégzem az egyetemet. Viktória szabad idejében szeret táncolni, emellett a diák önkormányzat vezetője, és nem csak távolról szereti az állatokat, de tesz is értük. A Menhelyre többször szervezett iskolánkban a diákok körében gyűjtést, gyakori segítséget nyújt a Kutya Menhelynek, illetve a diákprogramok fő szervezője iskolánkban, mindemellett kiemelkedő tanulmányi munkát folytat, előrehozott érettségével rendelkezik, illetve nyelvvizsgával angol nyelvből. Emelt szinten tanulja a biológiát és a kémiát, ami segítséget nyújt reméljük ahhoz, hogy sikeres felvételit tegyen az állatorvosi egyetemen. A városnak és a vidéknek szüksége van kiművelt és céltudatos fiatalokra, ezért is indított el az ösztöndíj programot a polgármester, hogy megismerje az ilyen fiatal felnőtteket, a cél pedig, hogy tanulmányaik után is itt maradjanak, és számíthassunk rájuk. Éppen szükségünk van ezekre a agilis diákokra, illetve már felnőtt, fiatal felnőttekre. Például abban is kérjük majd a véleményüket a zárt Facebook csoporton belül, hogy milyennek képzeljük el a város jövőjét, mert fontos számunkra. A polgármester ösztöndíjasai egy uniós pályázati programnak köszönhetően emelt összegű egyszeri támogatást kapnak tanulmányaik és céljaik eléréséhez.